Elkezdődött az alapozási munka Tisza Becse és Milota között, a Tiszatúr tározó legnagyobb műtárgya a beeresztő zsilip leendő helyén. A projekt az árvízvédelmi célokon túl komplex vízkár elhárítási és vízgazdálkodási fejlesztést irányoz elő, azért, hogy támogassa a települések egyedi településrendezési, turisztikai fejlesztéseit, a térségi kistérségi vízre alapozott gazdaságfejlesztési programokat, a természetvédelmi értékek megőrzését és az ártér revitalizációját. A térség jelentős táji és természeti értékekkel rendelkezik, amelyek megőrizhetők, illetve tovább növelhetők, elsősorban a vizes élőhelyek, vízterek fejlesztése révén. A beruházás komplex jellege azért fontos, hogy a megépülő létesítmények egyszerre több funkciót is betölthessenek, valamint hogy összekapcsolódjanak a határ két oldalán megvalósuló fejlesztések. Maga a Tiszatúr tározó egy nagyon komoly árvízvédelmi beruházás, amely itt Magyarország északkeleti szegletében a Tisza folyó ukrán határhoz belépő szelvénye mentén valósul meg. A beruházás részben hatékony vízgazdálkodást jelent, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a víztöbletet, hanem a vízhiányos állapotokat is fogja tudni kezelni. Tehát ez egy a klímaváltozás káros hatásainak a kezelésével összefüggő beruházás. Legjelentősebb eleme értelemszerűen az árapasztó hatás, tehát ez szervesen összefügg a megvalósult árvízvédelmi fejlesztésekkel, tehát a kiépített töltések mentén egy biztonsági szelep épül be itt Tiszabecs és Milota környezetében, melynek segítségével a mértékadó terhelési szint alatt akarjuk tartani a Tiszának az árhullámait. A Tiszatúr tározó kialakítása közel 17 négyzetkilométer területet érint, ahol megközelítőleg 42 millió köbméter árvíz lesz tározható. A beruházásnak köszönhetően 5 település válik biztonságossá. Tiszakórót, Tiszacsécse, Milota, Tiszabecs és Sonkát külterületeit érintve 18 kilométer tározótöltés, illetve 7 kilométer árvízvédelmi töltés épül a hozzájuk kapcsolódó műtárgyakkal együtt, melyek közül a legnagyobb a beeresztő műtárgy lesz Milota és Tiszabecs között. Ez volumenében hasonló a Szamoskaszneközi tározóval, tehát egy 12 nyilásos dugmaszegmens táblás zsilip, amely közel 1000 köbméter másodpercenkénti visszazam beadagolására ad majd lehetőséget. A munkálatok azok elindultak áprilisban, tehát most az alapozása már elkészült, a készültsége foga olyan 10% környékére tehető. A projekt befejezése 2022-re várható, a beruházás részeként pedig 52 kilométernyi kerékpárút is épül a töltések koronáján, amelyekkel a helyi idegenforgalom és a turizmus is fejlődik.